Mintegy 300 ember vett részt az 1764-es Madi-falvi veszedelem emlékére szervezett ünnepségen január 7-én. A szikuricidiumként is emlegetett tömeggyilkosságban mintegy 400 ember veszítette életét. Az ünnepségen felszólalók beszédeikben az őseinkre való emlékezés fontosságát hangsúlyozták. A székelység gyásznapjaként tartja számon a történelem 1764. január 7-ét, amikor több száz székely veszítette életét a szikuricidiumként is emlegetett Madi-falvi vérengzésben. A veszedelem 149. évfordulóján mintegy 300 ember gyűlt össze az emlékműnél. A felszólalók beszédeikben az emlékezésről, a múltból való tanulásról és a reményről beszéltek. Üzenete van évről évre annak, hogy itt Madi-falván összegyűlvén újra hitet teszünk amellett, hogy összefogásban, a közös jövőben kell gondolkodni, és ehhez szükség van arra, hogy méltó módon emlékezzünk meg a hőseinkről. A mai napnak sokféle üzenete van, én egyet emelnék ki, az újrakezdés. Azt gondolom, év elején mindenki számára nagyon fontos az, hogy számot vessen a múlttal. Ez az emlékmű is egy picit arra készít bennünket, hogy számot vessünk a múlttal, de azt gondolom, hogy az újrakezdéshez adhat erőt, hiszen voltak olyan ősök, akik szembe mertek szállni a hatalommal, és ez a szembenállás, ez a kitartás a jogok az ősi jussok mellett eredményezte azt, hogy ma is van székelység, van magyarság. Időnként föl kell vállalni ezt a harcot, és időnként gondolni kell az ősökre, ebből erőt kell merítkezni, és így kell a jövőbe tekinteni. Táncos Barna újonnan megválasztott szenátor úgy véli, az 1764-es idők és napjaink között számos hasonlóság fedezhető fel. Mindig beszélünk 1764. január 7-én a székely kiállásáról, bátorságáról, önfeláldozásáról, azonban kevesebb szó esik arról, hogy mi következett a Madi-falvi veszedelem után. Az 1700-as évek végén olyan adminisztratív átszervezésnek voltak tanúi az akkori székely atyánkfiai, amelyekhez hasonlóra készül ma 2013-ban Románia. Alkotmánymódosítást eszközölnek Romániába 2013-ban, új adminisztratív területeket szándékoznak létrehozni. És ebből a szempontból a székelyek, az RMDS küzdelme elengedhetetlenül fontos azért, hogy a székely ősi társadalom ne sérüljön, ne csorbuljon. Mert egyszer és mindenkorra, talán örökre megpecsételődhet a székelyek sorsa abban az esetben, hogyha egyszer valakinek sikerül a régi társadalmi rendet, a régi székeket, a székely hagyományokat tönkretenni. Úgy érzem, hogy számunkra ez a legfontosabb üzenete a 18. század végének, a Madi-falvi veszedelemnek és az azt követő évtizedeknek. A mészárlás és az erőszakos katonasorozás következtében kezdődött meg a székelyek kivándorlása Moldvába, ahol elrejtőzve megélhetést találtak a már évszázadok óta ott élő csángók falvaiban. Ezért az ünnepségen minden évben énekel a moldvai csángók asszonykórusa. A beszédek után koszorúzás következett, majd közös imával, valamint a magyar és a székely himnusz eléneklésével zárult a megemlékezés.